Köszöntöm Önöket, a Pécs TV keddesti híradóját látják, főbb hírei néhány mondatban. Egy cseppnyi szeretet a legkisebbeknek, önkéntesek vigyázzák a kórházban hagyott csecsemők első hónapjait. Sport és spiritualitás, nemzetközi konferenciát szerveztek az egyetemen. A múlt heti megalakulás utáni első rendes ülését tartottam a Pécs Város Képviselőtestülete. A grémium tárgyalta a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatának módosítását, ám azt a szavazati többség hiány nem fogadta el. Teljes többséggel támogatták viszont az építési és közlekedési minisztériummal kötendő egyességeket. Ez egyrészt a 2021 és 2027 között városfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó konzorciumi szerződések megkötését jelenti, másrészt az akvapark, sportuszoda és szálloda beruházásra vonatkozó együttműködési megállapodás aláírását tartalmazza. A közgyűlésről készült részletes összefoglalónkat szerdai híradónkban láthatják nézőink. Arató Máté bábszínész színészi különdíjat kapott a Bánya Lukai Nemzetközi Gyermekszínház Fesztiválon. A Bóbita Bábszínház művészei október 13-a és 19-e között jártak Boszniában, ahol a nemzetközi találkozó során Lenka és Palkó című előadásukat játszották. Arató Máté Palkó életrekeltéséért kapta a megtisztelő elismerést. Egy másik pécsi művész is díjazásban részesült. Az Anconai Szerelmesek 2 című zenés komédia premierje alkalmával az előadás megkezdése előtt a színpadon köszöntötte a közönséget Lipics Zsolt igazgató, aki ünnepi pillanatot konferált be, hiszen a Balikó Tamás nívódíj átadására került sor. Az elismerést 2024-ben Götz Attila színművész kapta, aki mint azt a Teátrum közleményében írja, a színház zenés produkcióinak állandó és elengedhetetlen résztvevője, de jelentős prózai szerepekben is rendszeresen megörvendezteti a közönséget. A jelenlegi statisztikai adatok szerint 300 csecsemő él kórházakban Magyarországon. Ők olyan újszülöttek, akikről vagy lemondtak a szüleik, vagy akiket a gyámhatóság a család szociális körülményei miatt védelembe vett. Úgy tudjuk, a Pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az ehhez hasonló esetek száma az országos átlagnak felel meg, ami idén eddig több mint 30 babát jelentett. A PTS Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika perinatális intenzív centrumában járunk. Ide kerülnek azok az újszülöttek, akik valamilyen betegséggel küzdenek, vagy korábban érkeztek a vártnál, de itt tápolják azokat a piciket is, akikről szüleik nem tudnak gondoskodni, és arra várnak, hogy örökbefogadó vagy nevelő szülőkhöz kerüljenek. Hogy hány ilyen csecsemőről is van szó évente itt a pécsi klinikán, arról dr. Funke Simone, a neonatológiai tanszék vezetője beszélt stábunknak. Nálunk ez a szám az elmúlt években nem nagyon változott. 2024-ben 34 olyan újszülöttet ápoltunk, akinek az édesanyja korábban hagyta el a kórházat. Az az esetek kétharmadában arról volt szó, hogy szociális körülmények miatt, kiskorúság miatt, esetleg anyai betegség miatt nem lehetett hazaadni ezt az újszülöttet, emiatt végig is rekedt nálunk. Az esetek egyharmadában nyílt örökbefogadásról volt szó, amikor tulajdonképpen az édesanyja már tudta, amikor elment, hogy ki lesz a babának, majd az, ki lesz az ő lendő szülője. Természetesen olyan eset is előfordul, amikor az édesanyja közlés nélkül távozik a gyermekágyról úgy, hogy babáját nem viszi magával. Mint ahogy azt Funke Simone mondja, ilyen esetből egy volt az idén, amit jeleztek is a gyámhatóság felé. A törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy a 3 év alatti védelembe vett gyerekeket a lehetőség szerint nevelőszülőknől kell elhelyezni. Az ilyen ügyek adminisztrációs része akár 2-3 hónapig is elhúzódhat. Jogosan tehetjük fel tehát a kérdést, hogy a babák a fizikai ellátásukon kívül milyen lelki támogatást kapnak ebben a számukra igencsak nehéz időszakban. A Nevetni Kék csapata például erre is próbál megoldást keresni.
Ők ugyanis ugyanúgy foglalkoznak olyan picikkel, akikről lemondanak a szüleik, mint más kis betegekkel, akik a kórházban egyedül maradtak. Nálunk mindig prioritás azok a pici babák, akik egyedül vannak. Itt nem feltétlenül arról van szó minden esetben, hogy lemondott a szülő, és még nem találtak neki helyet. Hogyha a kezelés ideje alatt, ami akár hetek vagy hónapok is lehet, akkor is egyedül van, nekünk akkor is ő a prioritás. Pont azért, hogy megelőzzük inkább azt mondom, hogy csökkentsük a hospitalizációs ártalmakat. Hogy pontosan milyen ártalmakról is van szó, arról szintén a szervezet koordinátora tájékoztatott. Ezek a gyerekek nehezebben megnyugtathatóak, mint egy biztonságosan kötődő gyerek, akit, hogyha sír, felveszünk, akkor viszonylag hamar megnyugszik. Ők nem nyugszanak meg feltétlenül olyan hamar, és ami a rosszabb, amikor feladják azt a reményt, hogy ha ők sírnak, akkor majd választ kapnak rá, és nem reagálnak semmire, sőt, itt távol tartják magukat az emberektől. És ezt az önkénteseknek is nehéz érzelmileg megélni vagy végignézni. Mint megtudtuk, a nevetni kék jelenleg elég önkéntessel rendelkezik, ám nevelő szülőből még mindig óriási hiány van, pedig nagyon fontos lenne, hogy a kórházakban hagyott babák is szerető és gondoskodó közegben nevelkedhessenek. Befejeződött a leszerelt zsongorkő korlátjának megerősítése, mint arról a Mecsekerdő ZRT hírt adott. A 100 éve a Mecsek Egyesület által épített korlát természetes kőtalpazatát az idő kikezdte, így a biztonság érdekében renoválásra volt szükség. A társaság a Dunadráva Nemzeti Park munkatársaival közösen végezte el a javítást, majd a múlt héten az eredeti helyére állították vissza a kovácsolt vagy szerkezetet, így a kilátó ismét látogatható. A sport és a spiritualitás kapcsolatát mutatja be az a konferencia, amelyet az Egyetem Egészségtudományi Kara és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szervezett kedden. A rendezvényen a témában nem csak hazai, de nemzetközi előadók is felszólaltak a különböző sportágokban szerzett tapasztalataik kapcsán. Különleges területet járt körbe az a konferencia, amelyet az Egészségtudományi Kar tanácstermében rendeztek kedden. Az előadások ugyanis a sport és spiritualitás kapcsolatát állították középpontjukba. Kovács Gusztáv, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora szerint a témának mély hagyományai vannak Pécsen. Konferenciának az a célja, hogy megismertessük a sport és a spiritualitás kapcsolatával a hallgatókat, az érdeklődőket. Nyilván ennek Pécsen mély hagyományai vannak. A jezsuiták, ugye amikor itt a gimnáziumot működtették, akkor például mindig arra törekedtek, hogy kerek személyiségeket, teljes személyiségeket építsenek, és például ennek köszönhető, hogy ma a Pécsi Tudományegyetemnek az atlétika központjában azokra az alapokra épülnek a sportpályák, a különféle sportlétesítmények, amit a jezsuiták annak idején létrehoztak. A konferencia létrejöttéhez szükség volt a Hittudományi Főiskola és a PTE egészségügyi karának szorosabb együttműködésére. Mint azt Áspongrász dékán elmondta, szívesen álltak a kezdeményezés mellé, hiszen saját tapasztalatai is bizonyítják a téma létjogosultságát. Én magam is, aki asztalytenisz edző vagyok, volt olyan tanítványom, amikor az Európa-bajnokságra készültünk, hogy egy korábbi oktatom, Szilágyi László, hogyha szabad itt elmondani, tartott nekünk egy nagyon izgalmas előadást, ezt a református templomban tartotta, amikor a sport, illetőleg azokat a sportolókat sorolta föl, hogy a hit által hova tudtak elérni. Én ezt fölvettem annak idején, ezt az előadást, természetesen a hozzájárulásával, és amikor az Európa-bajnokságra készültek a játékosaim, ezt odaadtam nekik, hogy ebből merítsenek erőt. Sikeresek voltak. Én azt gondolom, hogy ennek az apropóján is ez egy jó emlék volt számomra, úgyhogy álltunk mellé ennek a konferenciának. A konferenciára Magyarországról, az Egyesült Államokból és Lengyelországból is érkeztek előadók, köztük sportolók és lelkipásztorok beszéltek arról, hogy hol, mely pontokon találkozhat a sport és a spiritualitás, legyen szó labdarúgásról, hegymászásról, úszásról vagy amerikai futballról. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szerdán felhős lesz az ég, egy hidegfront érezteti hatását térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul. Önök a Pécs TV keddesti híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd, viszontlátásra!